Bevált a cseresorunk, egyforma, nagyjából egyforma cseresorunk van. Most jó volt a helyzet kihasználása, nagyon koncentrált a csapat, úgyhogy nagyon együtt voltunk a korai kezdés ellenére, nagyon éberek voltunk és összpontosítottunk. Jó hajtós meccs volt. Hát volt még bennünk erő, bírtuk volna még, csak hát a gólok nem jöttek, akárhogy ön is akartuk. Rengeteg helyzet, ami kimaradt, hát épp azt mondtam a többieknek, meg lehet az egész bajnokság alatt, nem hagytunk ennyi helyzetet, mint ma. Voltak hiányzók sajnos, jöttek össze sérülések is a héten, meg hát végülis az volt a baj, gond nem lett volna, ha be tudjuk rúgni a helyzeteinket, sajnos az a baj, hogy nem tudtuk berúgni. A hátra lévő meccseink, azok meghatározzák a helyezésünket, mert az élmezőnyben lévő csapatokkal játszunk, és nagyon összpontosítunk rá, mert hogyha itt vereséget szenvedünk, az nagy mértékben befolyásolja végén a helyezésünket. Az elején is azt mondtuk, hogy meg szeretnénk nyerni. Az elején bejött egy nem várt vereség, mert hát a vereség az egy beleférne mindig, úgyhogy most teljesen maximálisra kell hozni, járatnunk magunkat, mert különben akkor nem lesz még. Most is azt mondjuk, hogy a bajnokság megnyerése a cél, mert azért még nagyon sok van hátra. És hát sajnos többet nem szabad buknunk. Sajnos bekövetkezett az, amitől féltem, lesérültünk, több kulcsjátékos nem tud játszani. Hát sajnos, hát ez van, nem tudok mit csinálni, így is volt két cserénk. A fiatalokkal tudtunk csak felállni, ők pedig, hát a rutintalanság az most itt kijött. Az az igazság, hogy így, ahogy, úgy, ahogy eljövünk a srácok, mert valaki dolgozik, valaki vizsgázik. Tehát, ahogy sikerül eljönnünk, mi is úgy játszunk, meg nem mindig megy. Hát, az a baj, tudunk jól is játszani, tudunk rosszul is játszani, és eredménye tanúsítja is. Igen, hullámzó a teljesítményünk, ezért állunk ott, ahol állunk. A négy gólból három olyan kapus hibából kaptunk gólt, amit igazából, ha kapus áll bent, amit ugye az ő kapusuk is mutatott, hogy tehát azok a labdák, amik a hatoson belül vannak, az mind az övé. Ez a mi kapusunknál sajnos nem működik. Három gólt ebből kaptunk. Hát sajnos ez a futball. Kellett, tetszom, nagyon kellett. Volt olyan mérkőzés, kétszer nem nyertünk a csapatának, akit meg kellett volna venni. Amikor jó kellem, meg jól játszunk és nyerünk, de ez a baj, hogy elvesztett négy pont, az a végén nagyon hiányzni fog ahhoz, hogy odaírjunk, ahova lehetőségünk lenni. Bravo, tökös! Bravo, Zoli, nagyon kell! Én mondtam az elején, amikor az első nyilatkozatokat adtam, hogy hát, hogy az első hely középmezőnyben várom még most is a csapatot, de megteszünk mindent, hogy első háromba be tudjunk kerülni, itt nagyon erős a mezőny. Hát remélem, hogy a sérültek is fel fognak javulni, már nagyon nagy szükség van rájuk.
cél igazából nincs jól játszani minden mérkőzésen, mert mindenki ellen fel akarjuk venni a kesztyűt, bárkitől ki lehet kapni, bárkit meg lehet verni, igazából ezért jó az a bajnokság, hál' Istennek. Közel egyforma képességű csapatok vannak, ezért szeretünk itt játszani. Véleményem szerint ahhoz képest az első helyezettel játszottunk, elég jól helyt álltunk, úgyhogy nem volt sering, de szerintem nagyon jó meccs volt. Mind a két csapat részéről. Az, hogy őnekik több helyzetük volt, tudtak gólt rúgni. Bár mondjuk a helyzetünk nekünk is megvolt ugyanúgy, csak mi nem tudtunk gólt rúgni. Előző héten, ahogy játszottunk, ahhoz képest most feljavult a játékunk, hál' Istennek, de szerintem előző héten, ha nem a Banak erre játszom, nem akarom megbántani őket, de a Galvit kapjuk, szerintem simán kikapunk, mert nagyon nem, mert most hál' Istennek a helyzetek 20%-a bement, úgyhogy most sikerült nyerni. Ahhoz képest, hogy a csapat egy kicsit gyengélkedik, azért a legjobb gólövő az nálunk van. Egyelőre jó rugdossa a gólokat, csak keveset talál a meccseken, az a baj. Be akartunk állni védekezni, hát az elején sikerült, rúgtunk egy gólt, aztán utána meg tudták fordítani, hát nem tudom, hál' Istennek, a végén jól jöttek a helyzetek. Minket a győzelem vagy a vereség, vagy pontosabban a vereség nem hátráltat meg, meglátjuk a következőkben, hogy hogyan működik. Egyelőre még nagyon jó csapat ez a Törpe SC, és még őnekik is lehet nagy lehetőségben a tornán. Előző héten voltak problémák, mikor nem tudtunk tényleg kettőt passzolni emberhez. Hát most hál' Istennek nagyon boldog vagyunk, hogy azért sikerült nyerni a Galvit. Most jövő héten a Kopiker van, a Csém, szóval a tabella eleje, a rózsaszín meg a Monostor, úgyhogy a tabella hátsó részére játszottunk így, jelen állás szerint az elejében nem. Ha jól emlékszek, már jobb csapatokkal játszottunk, most már egy kicsit gyengébb csapatok vannak hátra. Meglátjuk, hogy a több, vagy a hátra lévő részben hogyan játszunk, még nem tudom. Nem tudtunk szerintem együtt jönni a játékkal, vannak sérültek is köztünk, nem tudom, nehéz volt. Jobban akartak győzni a ellenfél csapat szerintem, elején rúgtunk két gólt, és szerintem az egy kicsit megnyugtatott minket, hogy gondoltuk, hogy egy sima meccs lesz, és hát nem így sikerült sajnos. Figyelj!
nagyon nehéz küzdős meccset játszottunk velük, úgyhogy nem volt könnyű. Kemény volt az ellenfél is, mi játékosunk is ugye fölvette a kesztyűt, és azért szövegelésért mind a kettőt kiállították. Igyekszünk minden jobb helyezést elérni. Hát a dobogóra egyáltalán nem számítottunk, nem is úgy indultunk neki, de igyekszünk minden jobb helyezést elérni a tabellán. Kötelező győzelemnek nem mondanám, mert azért minden csapattól féltünk, mert ugye mi is mindig máshogy teljesítünk, de bíztunk benne, hogy győzünk, és sikerült. Így is nagyon sok helyzet kimaradt, úgyhogy kapusuk nem volt, mert mezőnyjátékos volt a kapus. A 6-1 után azért már kicsit felengedtünk, és utána már lehetett azért kicsit komolytalankodni. Kapu előtt az látszott is sajnos, mert lehetett volna dupla ennyi gól, és akár, de elkomolytalankodtuk az igaz a végét. Nem szeretnék jósolni, meg ilyenekbe belemenni, mert eddig soha nem sikerült, ugye? Hát, az első ötben azért 6. helyet legalább. Most biztos, hogy egyet feljebb mentünk, úgyhogy 5-6. Legalább. Ennyien vagyunk, ez így pont elég, pont jó. Vérbeli rangadó volt, de számunkra ez nagyon fontos volt a felzárkózás szempontjából, hiszen nem jól kezdtük a bajnokságot. Első 4 forduló vereség, azóta talán valamennyire magunkra találtuk, nagyon fontos mérkőzés volt, hajtós volt, nehezen találtuk meg az ellenszerét, szerintem ők se játszottak rosszul, de úgy érzem az első gól megtört a jeget, és onnantól kezdve már
úgymond uraltuk a játékot. Nyerni szerettünk volna. Talán 40 percig látszott is, vagy 30-ig. Kaptunk egyet, utána egy adott labdát, kaptunk még egyet, onnantól már szerintem, meg szerintem elfáradtunk, nem tudom. Szerencsénk sincs, mint ahogy elmondtam sokszor, nem találjuk el a kaput, ennyivel jobbak voltak. Igazából menjen 5-6-0, csináljuk tovább. Lettek új emberek a csapatban, első meccseken veszekedés volt, bár ezen a meccsen is volt kis veszekedés, de ez jellemző ránk sajnos. Van még két csapat, úgy tudom, akinek nincs pontja, tehát nekünk van már egy, úgyhogy talán egy-két helyet még fel tudunk lépni. Ha nyerünk meccset, remélem, hogy nyerünk. Voltak olyan vereségeink, például a Törpe elleni, akik ugye az elsők 100%-os teljesítménnyel, hogy kihagytunk a rengeteg helyzetet, ők 1-0 nyertek, és szóval szerencsétlen vereségeink voltak. 2-3-2-es vereség, ami azt mondom, hogy megint benne volt a pakliba, hogy mi győzünk. Így alakult sajnos. Vérmesebb reményekkel indultunk, de most már úgy vagyunk vele, hogy középmezőny elején szeretnénk végezni, vagy középmezőnben. Komáromiakkal nem játszottunk, de igaz, az első 4-5-emmel játszottunk, tehát inkább most már az alsóházzal fogunk. Ez most mihez? Én már nem hiszek a rebényekbe, tehát akkor, ha megnyerjük a meccset, akkor. Én már jóslásokban nem hiszelek, tehát szerintem ezt is meg kellett volna nyernünk, kikaptunk 5-0-ra. Ez van. Szép volt, Lackó! Jó,